Szeretettel köszöntöm a résztvevő kedves kollégákat is, akik ilyen késői órában is itt vannak, és remélem, hogy megéri fennmaradni. Azon kívül még annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy ugye az ELTE Nevelés Tudományi Intézetében tanítok most, de azelőtt 12 évet voltam gyakorló pedagógus, angol-német szakos tanár, és a közoktatásban is kipróbáltam ezeket az alkalmazásokat. Úgyhogy kezdjük is el szerintem, és a blogokkal fogunk kezdeni, és rögtön egy kérdést intéznék Önökhöz. Mégpedig azt szeretném kérdezni, hogy milyen blogokat, milyen szakmai blogokat, milyen típusú szakmai blogokat olvasnak Önök, és akkor, hogyha a chat ablakban tudnának válaszolni nekem, akkor úgy orientálnám a továbbiakat. Jó, akkor folytatom, és hát volt egy elképzelésem arról, hogy miket is olvasunk tanárként. Ugye egyrészt érdemes a szakmánkat, a szaktárgyunkat érintő blogokat követni. Itt példának kitettem mondjuk az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának a blogját, ahol nagyon érdekes ökológiával kapcsolatos írások, kutatások, kutatási jelentések vannak közérthetően. Egy másik hasonló, nagyon gazdag felület az Art History blogja az Oxfordi Egyetemnek, vagy akár a Litera portált is használhatjuk, akár az óráinkon forrásként. Azon kívül hasznosak lehetnek a pedagógusoknak szóló blogok, ugye bizonyára mindenki ismeri a tanárblogot. Az Edutópia egy nagyon jó idegen nyelvű tanároknak szóló blog, de olyan is van, hogy egy tanári munkaközösség saját blogot készít, ilyen a vidámtanár.hu, ahol módszertani ötleteket osztottak meg egy iskola pedagógusai. És természetesen a blogokat érdemes úgy is használni, hogy azokat maguk a diákok, a tanulóink készítik, és hát főleg erre fogok fókuszálni a webináriumom első részében. Nagyon röviden nézzük meg, hogy mi az a blog, bár bizonyára mindenki látott meg, olvasott már blogot. Tulajdonképpen egy weboldal, amelyben az egyének és csoportok bejegyzéseket, posztokat írhatnak, és tehetnek közzé egy közönség számára, ugye nagyon fontos, hogy a blognak közönsége legyen. Ezek a bejegyzések fordított időrendi sorrendben jelennek meg, és tartalmazhatnak szöveget, és különböző média tartalmakat, képet, videót, hangfájlt, grafikát, hiperlinket, stb. Általában érdemes, hogyha pedagógiában akarjuk használni, érdemes arra gondolnunk, vagy azt mérlegelnünk, hogy miért is blogolunk, nem a pedagógia területén. Ugye a blogunk lehet egy személyes napló, vagy a blogon kifejezhetjük véleményünket, megfigyeléseinket, lehetnek, oszthatunk meg tanácsokat másokkal, bejelentéseket tehetünk, és hát tulajdonképpen érdemes ezekre a funkciókra fókuszálni akkor is, hogyha blogos projektet vagy blogos tevékenységet tervezünk a diákjainkkal. Nagyon röviden nézzük meg, hogy miből is áll egy blog. Itt egy bloggerben létrehozott blogot láthatunk, ugye a posztok megjelennek fordított időrendi sorrendben, a bejegyzéseket címkékkel, kulcsszavakkal látjuk el, a bejegyzésekhez az olvasóink megjegyzéseket tudnak fűzni, a blogon bemutathatjuk, hogy milyen oldalai vannak a blogunknak, és különböző ilyen érdekes modulokat, widgeteket tudunk hozzáadni, például a népszerű bejegyzéseket feltüntethetjük, a keresési mezőt adhatunk hozzá, a címkéinket. Ezen kívül rengeteg lehetőségünk van még, azokat is majd megmutatom később, amikor már egy konkrét blogot nézünk. És akkor mi van mögötte? Tulajdonképpen a blog mögött egy vezérlőpult van, ahol beállíthatjuk, ahol a bejegyzéseinket írhatjuk, megnézhetjük az olvasói statisztikát, a megjegyzéseket moderálhatjuk, hozzáadhatunk új oldalakat a blogunkhoz, az elrendezést variálhatjuk,
különböző témákat választhatunk a blognak a blog kinézetére vonatkozóan. Hogyan hozzuk létre őket? Általában szükség van egy blog szolgáltatóra. A bloggeren gmailes fiókkal nagyon könnyen tudunk a blogot létrehozni. Ez egy viszonylag egyszerű feladat, kezdő bloggereknek ezt tudom ajánlani, és egy kicsit bonyolultabb a WordPress, azzal több lehetőségünk van, valamint van még egy tipikusan oktatási célra felkínált blogmotor is, az EduBlog. És hogyha létrehozunk egy ilyen blogot, akkor ugye mi vagyunk az adminisztrátorai ennek a blognak, tudunk különböző szerepeket kiosztani, mások is lehetnek adminisztrátorok, vagy csak szerzők, blogunk lehet nyilvános, vagy akár titkos is, lehetőség van a kommenteket, bejegyzéseket moderálni, vagy teljesen letiltani, tehát ilyen szempontból kontrolláljuk azt, hogy mi jelenik meg, ki jelentethet meg a blogunkon információkat, és ki szólhat ezekhez hozzá. Miért érdemes blogolni a diákokkal is? Mert ez a műfaj segítheti a tudásépítést, hiszen hogyha egy bejegyzést kell írjon valamilyen témában a gyerek, vagy szeretné is akár írni egy témában, akkor ahhoz mindenképpen szükséges a tudását szintetizálni. A lehetőséget ad az elgondolások megvitatására, értékelésére, vélemények kifejtésére, de használhatjuk tanulói portfólióként is, ahol pedig a diák a saját fejlődését tudja nyomon követni akár egy blog által. Hogyha nincsen tanulásmenedzsment rendszerünk az iskolában, Canvasunk vagy NeoElemesünk például, akkor a tanulás szervezésnek is egy jó eszköze lehet a blog. És hát kutatási eredmények is bizonyítják azt, hogy a blogolás az egy hasznos dolog. Például ilyen kísérletek kimutatták, hogy az íráskészség fejlődésére pozitívan hat, idegen nyelvben vizsgálták ezt, a kritikai gondolkodás fejlődésére is jó hatással van, ezt a társadalomtudományok területén vizsgálták, és egy biológia témájú blog eredményesebb tanuláshoz vezetett. Viszont nagyon fontos az, hogy ennek a blognak, ezeknek a bejegyzéseknek legyen közönsége, tehát hogyha csak egyszerűen a házi feladatot blogon adjuk be, az nem lesz hatékonyabb, és mindenképpen ugye szükség van arra, hogy a magasabb rendű gondolkodási készségeiket fejleszték a gyerekek, és folyamatos visszajelzést kapjanak, és hogy közönség is legyen. A különböző blog típusok vannak adminisztrátor blogok, ezek általában tanárok által működtetett, és a blogok, ahol a tanárok a szerzők is, és különböző adminisztrációs ügyeket, információkat oszthatnak meg a diákokkal. Vannak osztályblogok, ez azt jelenti, hogy egy közös blogja van egy diákcsoportnak, vagy lehetnek egyéni tanulói blogok is. És ugye a tanároknak sem, tehát hogyha a saját szakmai fejlődésükben gondolnak, akkor hasznos lehet egy egyéni vagy egy közös tanárblog is. Hogyan használhatjuk őket, mire lehetnek jók? A magyar nyelv és irodalom, valamint idegen nyelvek területén a blog formában működtethetünk egy irodalmi folyóiratot, lehet egy online újságunk, olvasónaplót vezethetnek a diákok, kreatív írás portfóliót, irodalmi hősök, írók képzelt naplóját tudják létrehozni, lehet például olyan, hogy heti nyelvtan blog, vagy célnyelvi civilizációval kapcsolatos blogokat is létre lehet hozni. A társadalomtudományok és művészetek területén is jól használható. Itt történelmi események különböző történelmi személyek szemszögéből megvizsgálhatók, és akkor ezeknek a történelmi személyeknek a nevében blogolnak a diákok. A mindennapi élet különböző korszakokban, különböző státuszú emberek szemszögéből, például ez is hasznos lehet töréből az adott korszakban, történelmi és művészeti korszakok bemutatása, kapcsolása a jelenhez, ez a vélemény és kritikai gondolkodáshoz kapcsolódik, valamint a tanulók a művészeti alkotásaikat is bemutathatják videók, képek és hangok formájában is, úgy egy közönség, egy választott közönség elé tárhatják.
A természettudományok és matematika területén is lehet blokkokat használni, mondjuk egy kísérleti napló formájában, vagy egy ilyen tudományos ismeretterjesztő blog, vagy akár érdekes heti feladatok, kvízek posztolására egy adott témában, amit ugye a más diákoknak, vagy egy szélesebb közönségnek készítenek a tanulóink. És ugye minden tárgy esetén lehet projektblogot létrehozni, lehet egy tantárgyi csoportblog, vagy akár az osztályközösség blogja, akár osztályfőnöki órához kapcsolódóan a közösségi élményeknek a megosztása, ugye ez egy zártabb közösségnek, vagy akár csak a szülőkkel megosztva. És mire érdemes még figyelnünk, és mi az, amit tanulhatnak még a diákjaink a tantárgyi ismeretek elsajátításán és a különböző készségek elsajátításán kívül? Ugye ez egy jó alkalom arra, hogy ne biztonságról beszéljünk velük, az online jelenlét veszélyeire felhívjuk a figyelmüket, az információs és önrendelkezési jogra, a digitális lábnyomra, hiszen itt saját magukról is oszthatnak meg tartalmakat különböző közönségekkel. Nagyon fontos tudás még a netiketről való tudás. Itt összegyűjtöttem ezt a ROLE szabályokat, amelyeket akár, hogyha blogolni kezdenek a diákjaikkal, meg is oszthatják velük. Ugye bejegyzéseid és megjegyzéseid legyenek barátságosak és segítő szándékúak, adj teret a véleménykülönbségeknek, egyet nem értésed szakszerű módon fejez ki, mindig feltételez jó szándékot, kér további információt a félreértések tisztázására, kerüld a szarkazmus, mert könnyen félreérthető, kerüld a csúnya és agresszív kifejezésmódokat. És a netiketten kívül egy másik nagyon fontos téma, a jogtisztaság. Ugye felhívhatjuk őket a figyelmüket a plagizálás elkerülésére, a jogtiszta források használatában szerezhetnek gyakorlatot és a források megfelelő hivatkozásában is. Tehát egy csomó mindent megtanulnak a digitális állampolgárság témaköréből is. És akkor nézzünk néhány példát a közoktatásból. Akkor itt egy kis türelmet kérnék. Jó, akkor az első blog, amit megmutatok, ez egy viszonylag régebbi blog, amit a 11-es diákjaimmal készítettünk közösen angol nyelvből. És ez a blog, ez a Mission Camera a sajtófotózás témakörét, tehát a sajtófotózás témakörét dolgoztuk fel a projekt során, megismerkedtünk híres sajtófotókkal, utána jártunk a történelmi hátterének ezeknek, majd az érdekes és izgalmas rész akkor következett, amikor a diákok ők maguk is sajtófotóssá váltak, és különböző csoportokban, úgy mint például politika, kultúra, környezetvédelem, sport, ilyen csoportokban rendeződtek, és arra kértem őket, hogy készítsenek képeket a Budapesten, és a különböző témákat dolgozzanak fel ezáltal. És úgy lett angolos ez a projekt, hogy a különböző képekhez a rövid bejegyzéseket is fűztek. Itt például a politika csapat a Visit to the Parliament bejegyzését láthatjuk, ahol is ellátogattak a parlamentbe, készítettek néhány képet, és aztán egy rövid angol nyelvű bejegyzést is írtak erről. Itt lejjebb látszik a környezetvédelmi csapat egyik munkája, ilyen kis rövid bejegyzésünk van. Ez is a környezetvédelem, itt a kultúra csapaté. És akkor ez egy hónapig tartott ez a projekt, folyamatosan készítették a képeket és írták a bejegyzéseket, megegyeztünk abban, hogy a projekt végéig mennyi bejegyzést vállalnak, mennyit tudnak elkészíteni, és a lezárásképpen ezekből a sajtófotókból készítettünk, kiválasztottuk a legjobbakat, és készítettünk belőle egy kiállítást az iskolában, itt láthatók a legjobbak, és ezt a honlapra is
és erre a blogra is föltettük. Azon kívül maga a projektnek a leírását is, ezt már én csatoltam ehhez a weboldalhoz, hogy esetleg más tanár is meg szeretné valósítani, akkor az elérhető legyen. És ugye észrevétlenül is ezek a kultúra, ezek a különböző témakörök tulajdonképpen az érettségi témakörök voltak. Az írásban szereztek jártasságot a diákok és a szókincsfejlesztésben is. És mivel ez volt az első ilyen projektem, ez csak egy ilyen tanács, hogyha önök is szeretnének ilyesmit megvalósítani, hogy ezt én találtam ki, és az elején egy kicsit ellenállásba ütközött, mielőtt még bármilyen blog született volna, mert nem vontam be annak idején a diákjaimat a tervezésbe, ötletelésbe is, úgyhogy ha ilyen munkát készítenek, akkor mindenképpen érdemes a diákok ötleteire is hagyatkozni. Persze folyamatában ez már megtörtént, és az első bejegyzések után már nagyon büszkék voltak a tanulók a munkájukra. És egy kicsit megmutatom azt is, hogy hogy néz ki ennek a háttere, amikor szerkesztjük őket. Ugye ez volt ez a vezérlőpult. A bejegyzéseknél tudunk új bejegyzéseket létrehozni. Itt látható egy csomó vázlat is van, tehát ezeket nem szükséges egyből publikálnunk. Bemegyek most ebbe, hogy látszódjon az is, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy Word felület, tehát nem egy nagyon bonyolult dolog. Itt oldalt tudjuk a címkéket beírni. Össze-vissza megyek. Ami nagyon érdekes volt az én diákjaimnak, az, hogy mivel ez egy angol nyelvű blog volt, ezért meg tudtuk nézni azt is, hogy honnan nézték meg a blogunkat, és az nagyon motiváló erővel hatott a diákokra, hogy Amerikából itt látszik, Ázsiából, mindenféle országból figyelemmel követték a blogot, sőt olyan is volt, hogy a diákok, ugye ezeket a fényképeket feltöltöttük a Flickr-re is, és kaptunk megkeresést, hogy szívesen megvennék a fotóinkat, úgyhogy ez is egy ilyen valós életbeli relevanciát adott ennek a projektnek. Egyébként megmutatom azt is, hogy hogyan alakíthatjuk az elrendezését a blogunknak. Ugye itt van az elrendezés, ezek tulajdonképpen egy ilyen kis csontváza látható a blognak. Itt látható a cím, ezeket úgy hívják, ezeket az építőkockákat úgy hívják, hogy modulok, ezek így szabadon hozzáadhatók a bloghoz. Itt látható a cím, az oldalak, különböző más ilyen modulkák, egyet meg is nyitok. Ugye látszik, hogy hozzá lehet adni keresést, blogarchívumot, oldalfejlécet, képet, címkéket, oldalakat, linkeket, statisztikát, mindenfélét. Tehát abszolút személyre lehet szabni ezt a blogot. Jó, akkor egy másik blogos projekt, ami már egy témahetes projekt volt, az a stáb 2016. Amit a II. Rákóczi Ferenc közgazdasági szakközépiskolában valósítottunk meg Pápa Júlia és Nagy Tunga kollégáival. És tulajdonképpen a stábnak az volt a feladata, hogy az iskolában zajló témahétről tudósítson. Ide már szabadon erre a projektre már szabadon jelentkeztek a gyerekek, tehát azok, akik igazán érdeklődtek az újságírás és a média iránt. És tulajdonképpen a projekt során különböző sajtóműfajokkal ismerkedtünk, online sajtóval és különböző média tartalmak előállításával. Itt is először ellátogattunk egy online újság szerkesztőségébe, ahova a diákok kérdésekkel készültek, nálunk is megalakultak a kis szerkesztőségek, volt főszerkesztőnk, mindenféle szerepet töltöttek be a gyerekek, és itt is csoportokban dolgoztak, és csoportonként írtak bizonyos számú bejegyzést,
választható műfajokban voltak kötelezően választható műfajok és opcionális műfajok, hírcikk, interjú, riport, stb. Tehát itt sokkal több választási lehetőséget építettünk már be ebbe a projektbe. És itt is látszik, hogy különböző bejegyzéseink vannak. Ugye a projektnek a fő kérdése az az volt, hogy mitől kattintékony valami. És amint itt látható, például ilyen különböző, ezeket az alkalmazást, nagyon sok alkalmazást ajánlottak az újságírók is, például ezt a kubot ők ajánlottak. Nem tudom, hogy ebből hallatszott-e valami, de itt például egy hangfájl van megosztva, ahol az egyik téma hét csapata itt reklámozta a projekt bemutatót, és itt egy ilyen szlemmelés hallható, hogyha valaki ezt majd megnézi otthon. Jó. Hozta még egy külföldi blogot is, ez egy természettudományos ismeretterjesztő blog, amit egy biológia tanárnő vezet, és ezeket a cikkeket is, ilyen érdekességeket, ezeket mind a tanulók írják. Ez pedig már az ELTE-n használjuk a blogokat, mint a portfóliót, ahol a hallgatói portfólió tulajdonképpen a hallgatóink, akik a digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás kurzuson vesznek részt. Ezen a blogon osztják meg a produktumaikat, itt ötletelnek és itt reflektálnak az órán elhangzottakra, tehát ilyen alkalmazási módja is lehet a projektnek. Most megpróbálok visszatérni a prezentációmhoz. És sikerült is. Ezeket a linkeket majd egyébként meg is osztom önökkel. Amit talán elfelejtettem még, de itt a link is, és szerintem a prezentációt is feltöltöm egy olyan helyre, ahol elérik. Az EduBlog Awards-on nagyon sok díjnyertes tanári és tanulói blogot lehet megnézni. Sajnos 2015-ig frissült ez az oldal, de még így is nagyon sok jó ötlet van, és érdemes ezt fogarászni. Jó, és akkor az értékelés is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogyha ilyen típusú tevékenységet végzünk a gyerekekkel. Ezen a QR kód egy Drive felületre vezet, ahol mindenféle értékelő táblát, valamint mindenféle értékelési segédeszközt megosztottam önökkel. Úgyhogy most át is megyek szerintem ebbe a Google Drive-ba, hogy megmutassam, mi látható ott. Igen, még mielőtt átmennék, hogyan érdemes egy blogot értékelni, vagy a blogbejegyzéseket értékelni. Ugye az értékelő tábláknak általában, ez a blogokat értékelő tábláknak általában négy fő eleme van. Ugye egyrészt a tartalmi szempontok, a kommunikáció, a posztok a gyakorisága és a design lehet egy ilyen szempont, és ezt érdemes ötvözni a tehát tanulói, tanári és önértékeléssel is. Például mindkét esetben úgy értékeltük a tanulók blogos munkáját, egy ilyen értékelő sablon alapján értékeltük csoportosan. Mindegyik csoport a szempontrendszer alapján adott egy pontszámot a többi csoportnak, és a saját csoportjának is ezeket megindokolta. Külön adtam én is pontszámokat a csoportoknak. Ezen kívül volt a munka önértékelése és társértékelése, és ez alapján kerültek végül is jegyesítve is lettek ezek a tanulói teljesítmények, mert hogy az összpontszámot a befektetett munka alapján jól sikerült elosztani a csoportokban megegyezés alapján.
És akkor mutatok néhány értékelő sablont. Igen, egy ilyen munka során érdemes, ugye, érdemes a diákoknak munkanaplót vezetniük, ez segíti a önszabályozást is, itt látható a stábnak a munkanaplója, a három naplag lebontva, csapatnév, csapattagok, látszik a nap, a feladat, ki a felelős, határidő, fázis, és hogy készen van-e, és a stábos projekt során a gyerekeket a különböző kis mini szerkesztőségek saját maguknak vezették. Akkor a blog értékelési szempontjaihoz feltettem egy ilyen általános blogértékelőt. Itt látszik, hogy be vannak skálázva a különböző pontszámok alapján a szempontok. Ugye tartalom és kreativitás, önálló hang, szövegszerkesztés, képek, grafikus és multimédiás elemek. A használatára lehet pontokat adni, bejegyzések, rendszeressége, címkék használatá, nyelvhelyesség, stílus, és akkor ez alapján tudják önmagukat is pontozni a gyerekek, és mi is tudjuk őket pontozni. Ezeket a szempontokat érdemes átbeszélni már a projekt elején, és a diákok javaslatait is figyelemben venni, és ez biztosítja, hogy jó minőségű munkát végeznek, és saját magukat is ellenőrizni tudják. Úgyhogy ezt is nyugodtan használják, szerkesztjék, alakítsák át. A önértékelésre egy nagyon egyszerű kis nyomtatványt használtunk. Látszik, hogy milyen szempontokra tértünk ki. Ugye kértük azt, hogy külön írják fel a gyerekek azt is, hogy milyen konkrét feladatokban vettek részt a csoportmunka során, mit csináltak pontosan, és hogy önmagukat mennyire értékelik egytől ötig terjedő skálán, de itt segítségükre volt a munkanapló is, ami alapján dolgoztak. És hát a tanulási folyamat végén érdemes egy ilyen mit tanultam a projekt során értékelő eszközt is kitölteni, amiben ugye reflektálnak ők maguk is arra, hogy mennyire volt hasznos számukra a munka. Jó, akkor meg szeretném kérdezni a hallgatókat, a résztvevőket, hogy van-e bármilyen kérdésük a bloggal kapcsolatban. Úgy látom nincs, hogyha majd lesz útközben, akkor azt természetesen figyelem és fogok rá válaszolni. Akkor nézzük a második témát, a podcastokat, és gondolom, hogy önök közül sokan hallgatnak podcastot. A oktatási, hogyha hallgatnak oktatási, vagy ismernek oktatási podcastot, akkor nagyon örülnék, ha megosztanák ezt velünk. Magyar nyelven nekem nem sikerült eddig találnom még, de hogyha tudnék ilyenről, az nagyon hasznos lenne nekem is. Ugye, mi is a podcast? Hát a podcast, gondolom, hogy találkoztak már ilyen online rádió műsorral. Hát tulajdonképpen a podcast egy online rádió műsor. Rengeteg szervezet és újság és egyetem készít podcastokat, nagyon izgalmas podcastok különböző témákban, tehát akár itt a tantárgyi tudás gyarapítására is jó lehet a podcast hallgatása. De ismét az az igazán izgalmas, amikor a tanulóink maguk készítenek podcastot. Tehát amint említettem, a podcast ilyen médiafájlok sorozatos és rendszeres közzétételét jelenti az interneten. Ugye ettől több, mint egy egyszerű hanganyag, hogy ez egy rendszerességgel megjelenő dolog.
A fájlok, tehát tulajdonképpen olyan, mint egy rádió műsor. Hírek lehetnek, történetek, dalok, beszélgetések, interjúk egy ilyen podcast anyagban, és ugye videó podcast is van, az a podcast, és ugye az, hát a YouTube-on is vannak ilyen videó podcast, videocast csatornák, tehát olyat is készíthetünk, én most itt inkább a hanganyagra fogok fókuszálni. Az a fantasztikus, hogy most már nem kell különösebben bonyolult berendezés ahhoz, hogy mi magunk is készítsünk podcastot. Nagyon egyszerűen a telefonnal akár hanganyagot felvehetünk, vannak ingyenes vágóprogramok, nem bonyolult vágóprogramok, amelyekkel megszerkeszthetjük a saját kis rádióadásunkat, és vannak a podcast hosting oldalak, ahova ezeket feltölthetjük, és mások feliratkozhatnak rájuk, valamint a telefonunkon keresztül is feliratkozhatunk, különböző applikációkon keresztül podcastokra, és akkor magától frissül a tartalom. Tehát, hogyha egy új rész jelenik meg egy ilyen online műsorban, azaz podcastban, akkor az automatikusan letöltődik a telefonunkra is. Mire lehet jó egy ilyen rádió műsor? Ugye a tudásrendszerezésre, értékelésére, véleményformálásra, megint a vélemények eljuttatására másokhoz. Úgyhogy ez is ilyen magasabb rendű gondolkodási képességeket fejleszthet a tanulókban. Milyen műsorok vannak, ugye ezek nem ilyen tiszta műfajok, hanem ezeket keverhetjük is, ugye készíthetnek a diákok interjúkat, készíthetnek ötleteket, tanácsokat tartalmazó szegmenseket, információközlő szegmenseket, lehetnek utcai interjúk egy ilyen online rádió műsorba, panelbeszélgetések, lehet mini dokumentum műsor, zenei játék, osztálybeszámoló, tehát bármi, amit a rádiós műfajban el tudunk képzelni, az ma már mindenki számára elérhetővé vált ennek a szerkesztése. Ugye ugyanúgy, ahogy a blogoknál, itt is az intellektuális képességek fejlődnek, itt a szóbeli kommunikációs képességen van a fókusz, és mivel hogy általában ezeket nem egyedül hozzák létre a gyerekek, hanem kisebb csapatokban, ezért a társas projektmenedzsment készségeik is fejlődnek, és természetesen a technikai készségeik is. A kutatások le vannak azért maradva olyan szempontból, hogy a létező kutatások inkább azt vizsgálták, hogy a podcastok hallgatása milyen hatással van a tanulásra, és a podcast készítésről még nincs olyan sok vizsgálat. Ha már csak podcastot hallgatunk, tehát ha mondjuk a tanár készít podcastot, vagy az oktató készít podcastot a diákok és hallgatók számára, már az is ugye egy plusz információforrás, és ezáltal pozitív hatással van a tanulási eredményekre. Olyan kutatás is volt, ahol nem találtak hatást, de itt tulajdonképpen 7-10 perces podcastot készített az oktató a hallgatók számára, és nem mindenki fért hozzá, tehát itt is még egyszer a rendszerességet, akár ha mi magunk készítjük, akár hogyha a diákok készítik, ez fontos kiemelni. Hogyan kezdhetünk neki egy podcastos projektnek? Ugye, hát elsősorban egy olyan témát kell találnunk, ami iránt a diákok érdeklődnek, vagy egy olyan témát, amivel kapcsolatban fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket. Megbeszélhetjük velük, hogy milyen műsorokat tervezünk a podcast epizódról epizódra, aztán következik a műsor konkrét megtervezése, érdemes forgatókönyvet írniuk, ugyanis egy ilyen podcast egy felhangból áll, van egy ilyen tartalmi része, van a lekonferálás, és vannak benne zenei blokkok is. Ugye szükséges a háttérkutatás, az adatgyűjtés, logisztika, megszervezni azt, hogy kivel készítenek interjút, mikor találkoznak, esetleg ha interjú van bennem, de hogy egyáltalán a csoporttagok mikor mit csinálnak,
ugye zenéket kell keresni hozzá, hangeffektusokat lehet használni. Mint említettem a felvételt, azt mobiltelefonon, de egy csendes helyen érdemes megtenni. Hogyha nagyon profi felvételt szeretnénk, nagyon olcsón, akkor lehet egy kicsi termet az iskolában ilyen tojástartó kartonnal kibélelni, és az jó hangszigetelő, tehát erre is vannak megoldások, de általában, amit mi készítettünk a diákokkal vagy hallgatókkal, ott nem volt ilyen terem, és mégis érthető volt a podcastunk. Aztán, hogyha megvan a hangfelvétel, akkor azt egy hangvágó programban tudjuk megvágni. Ilyen az Audacity, ami ingyenesen letölthető, és vannak fenn a YouTube-on tutoriál videók hozzá. Vagy esetleg, ugye ezt érdemes a gyerekekre bízni, nem kell nekünk feltétlenül elmagyaráznunk azt, hogy működik az Audacity. Megbeszélhetjük a informatikussal is, hogy pár gyerek megmutassa meg ezt a programot, vagy lehet, hogy van olyan jelentkező, aki szívesen utána néz, és akkor akár a technikai csapatot egy kicsit bevezeti ennek a hangvágónak a használatába. A Apple termékeken a GarageBand egy ilyen hangvágó program, aminek szintén van tutoriál videó, és nagyon okos, ügyes kis program. Hogyha megvágtuk a hanganyagot, akkor szükséges ezt is feltöltenünk, szükséges feltöltenünk egy podcast tároló oldalra. A Podomatic egy ilyen podcast tároló oldal, és az Anchor FM egy másik ilyen podcast tároló oldal. Mindkettő felületnek a kezelése nagyon egyszerű, nem sokára meg is fogom ezt mutatni. Majd az epizódokat érdemes reklámozni, terjeszteni Facebookon, Twitteren, mindenféle helyen, hogyha ezt egy nagy nyilvánosságnak szánjuk, de itt is lehetséges az, hogy akár saját szűkebb közönségnek készítjük ezeket a podcasteket. Mire érdemes figyelni, mit tanulhatunk ezekből még? Ugye a jogtisztaság itt is nagyon fontos, és összegyűjtöttem önöknek egy pár oldalt, ahol legálisan használható zenéket és hangokat találhatnak, amelyeket a gyerekek felhasználhatnak a podcast készítéshez. Valamint ugye ez a blogokra is érvényes, tehát ott is jó, ha tudunk ilyen legálisan használható képek gyűjteményéről, de a podcastunk epizódjának is általában ezeken a podcast tároló oldalakon érdemes egy képet beállítanunk, egy profilképet, vagy egy képernyőképet. És akkor hogyan használják a közoktatás, vagyis az oktatásban? Itt van néhány példa, és mindjárt meg is nézünk egyet belőlük. Nagyon érdekes az, hogy azt gondolhatnánk, hogy nagyobb gyerekekkel érdemes csak podcastot készíteni. Most ezek a példák, amiket hoztam, ezek mind általános iskolás diákok által készített podcastok. Az Our City-ben a diákok a világ minden tájáról készítenek egy kis műsort a városokról, amiben bemutatják a városokat. A Radio Willow-ben különböző podcast csatornák vannak különböző témákban, akár csak a Colicaston, itt van például ilyen könyvajánló podcast, akkor a Naprendszerről találunk itt egy podcast sorozatot, podcastot, a biológiából az emberi testről, akkor van olyan, hogy van nyelvtani podcast, ahol egy akár, mit tudom én, típushibáról beszélnek a gyerekek, vagy érdekes nyelvtani jelenségekről. A Csodálatos Amerika pedig egy földrajz témájú podcast. És akkor ismét átlépek a... a browserbe, és
Tulajdonképpen ez az Audacity oldala, innen tölthető le ingyenesen. Így néz ki a Podomatic, ez a podcast tároló oldal. Látható, hogy nincs epizód, de a Create gombbal nagyon egyszerűen feltölthető a már kész hanganyagunk. Ugye először kiválasztjuk a hanganyagot, címet és leírást adunk neki, hozzáadunk egy képet, kiválasztjuk a publikálni kívánt minőséget, és publikáljuk az oldalon ezt a blogot, aminek a linkjét aztán meg tudjuk osztani másokkal. Az Anchor felület is hasonlóan egyszerű, ez egy újabb alkalmazás, ez egy kicsit több lehetőség van itt, ugyanis itt már alapvetően fel tudjuk venni a podcastot. Azon kívül van egy könyvtára is, ahol különböző, ugye most nincsenek itt, nincs hanganyagom, de különböző, bocsánat, különböző effekteket. És ezzel a különböző átmeneteket a különböző blogok között már itt el is tudjuk készíteni. Ez az Our City podcast sorozatnak a podcastnak az oldala, ahol itt rákattintva ezekre a linkekre meghallgathatjuk a különböző kis epizódokat. Ez a Radio Willow Web, itt is látszik, hogy nagyon-nagyon sok podcastot készítettek a Willowdale általános iskola diákjai, és amiben belehallgatunk, ez a Coleycast lesz, és podcastban, ahol az 50. és az el fog indulni a ráklikkel, ezt remélem, hogy hallasz. Do you know what the main artery in the heart is? Or what's at the end of a bronchi? Do you even know what a bronchi is? True or false, a nephron is a special tool used to dilate. If you don't know the answers to these questions, keep listening to this podcast. Hi, my name is Kat, and I'm your host for Coleycast Institute. This Coleycast will teach you all about the digestive, respiratory, circulatory, and excretory systems. So, what do these other systems do? Well, the digestive system breaks down food. The respiratory system brings oxygen into the lungs. The circulatory system carries oxygen. Már ebből a rövid részletből is egyébként hallható volt, hogy nem tökéletesek ezek a podcastok, de szerintem nem is ez a cél, hanem az, hogy a lehető legjobbat, a legtöbbet hozzák ki magukból, a diákok is élvezzék, és sokat tanuljanak közbe. Különben az Edutopia oldalán is van egy nagyon jó angol nyelvű cikk a podcast alkalmazási lehetőségeiről. A podcastolás lépéseiről. Ugye említettem azt, hogy nagyon sok oldal van, ahonnan ingyenesen letölthetünk zenét, ugye ezek közül ismert a SoundCloud, a CC Mixer, a Free Music Archive, tehát mind olyan helyek, ahonnan ingyenes zenéket, hangeffektusokat és hangokat egyáltalán le tudunk tölteni. Sound Bible. És a YouTube-nak is van egy audio könyvtára, ezt is használjuk bátran. A képeknél pedig Big Jumbo,
Pick wizard. Igen. Roll pixel. Pisat, tehát nagyon sok lehetőségünk van, ahol az áztást azt gondolom ismerik, és a Pixabay is még egy olyan, ahonnan nagyon szép képeket és különböző témákhoz kapcsolódó képeket tudunk letölteni. És akkor a podcastok értékelése. A podcastok értékelésénél is célszerű értékelőtáblát használni. Ezt megint célszerű a tanulókkal, diákokkal közösen elkészíteni, megbeszélni, már a projekt elején, már a podcast projekt elején tisztázni. Itt is fontos a fontos szempontok a tartalom, az előadásmód, a zenei és hangelemek és a technikai kivitelezés, és ezt is tudjuk ugye tanári, tanulói, társ és önértékeléssel kombinálni. Akkor nézzük meg egy ilyen podcast értékelő sablont is. Úgyhogy néz ki ez részletezve. Ugye ez egy nagyon részletes sablon, ebből lehet válogatni és az igények szerint alakítgatni. Ugye az általános felkonferálás minőségére kitér, a tartalom kreativitására és eredetiségére, valamint az információ pontosságára, hitelességére, nyelvhasználatra, az előadásmódhoz vannak kritériumok. Ugye, ha interjú van a podcastban, akkor az interjúra, hogy nyitott kérdéseket használjanak, hogy legyenek követő kérdések, hogy igyekezzenek releváns információt kérni az interjú alanyoktól, ugye a hangra, külön elem az, hogy saját készítésű vagy jogtiszta zenét használjanak. Technikai kivitelezésnek vannak különböző alszempontjai, és itt ebben az értékelő táblában a csapatmunkára is vannak konkrét kritériumok. És ugye ez egyiket sem én állítottam össze, hanem angol nyelvű szempontsorok átdolgozásával, felhasználásával készítettem őket, de hogy ott vannak az angol nyelvű források is, hogyha valaki ezek érdekelnek. Jó, akkor igen, még annyit felejtettem az elején elmondani, hogy egy blogos projektnél ugye említettem azt, hogy mi kimentünk az online újság szerkesztőségébe, és akkor információt nyitottak, és kérdeztek a tanulókat, újságírókat, de egy blogos vagy egy podcastos projekt során érdemes lehet behívni egy gyerekek által ismert bloggert, vagy akár Skype-on felvenni vele a kapcsolatot, vagy egy ismert podcastert, akiktől már tudnak konkrét kérdéseket, segítséget is kérni a diákok, és ez is fokozhatja a lelkesedést, a bevonódást. Ezek is nagyon jó lehetőségek. Szeretnék még egy nagyon fontos forrást mind blog, mind témában megosztani önökkel. Ez a Bűvös Völgy oldalán található, nagyon részletesen és nagyon jó ötleteket ad a blogok és podcastok megvalósításához, úgyhogy ezt nagyon ajánlom. Köszönöm a figyelmüket, és akkor az egyéb forrásokat is itt találják, a kutatásiakat és a gyakorlatiakat is.